Átadták a Marosvásárhelyi Repülőtér új tűzoltóállomását, amely mostantól nagy kapacitású tűzoltóautókkal látja el a kikötő védelmét. Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke, valamint Peti András, a reptér igazgatója közös sajtótájékoztatón ismertették a reptér új beruházásait. Akcióban a Marosvásárhelyi reptéri tűzoltók szimulációs gyakorlattal és terepszemlével mutatták be a Marosvásárhelyi Transzévánia nemzetközi repülőtér újonnan felépített tűzoltóállomását. A légi kikötő tűzvédelmét mostantól három nagy kapacitású jármű biztosítja. Ezekből az egyik speciálisan reptereknek épített, van egy gyors bevetése alkalmas tűzoltóautó, valamint egy mentőautó. A reptér működésének elengedhetetlen feltétele ez a szolgálat. Jó néhány évvel ezelőtt, amikor a repülőteret kénytelenek voltunk bezárni azért, mert nem volt megfelelő a kifutópálya, az volt az egyes számú prioritás, hogy ezt újraépítsük. Ez sikerült, újraindítottuk, újra járatok vannak a Marosvásárhelyi repülőtérről. Ugyanúgy most is az a prioritásunk, hogy minden feltételnek eleget tegyünk. Ez a tűzoltó állomás is bizonyítja. Idén a repülőtér legnagyobb beruházását valósítják meg azzal, hogy új utasfogadó terminált és repülőparkolót építenek, ahol egyidejűleg öt nagykapacitású repülőgép is parkolhat. Az utasfogadó terminálnak a kivitelező céggel kötött szerződés értelmében idén június végéig kell elkészülnie, így összesen 10.000 négyzetméter felületen 1000 utas tartózkodhat majd egyidejűleg. A projekt összértéke több mint 30 ezer euró. Abban bíznak, hogy a kecsegtető feltételekkel több járatot tudnak Marosvásárhelyre csalogatni, fogalmazott Péter Ferenc. Peti András, a Transzilvánia repülőder igazgatója elmondta, a vízér légitársaság egyes járatainak megszüntetése csupán időszakos. Jelen pillanatban más légitársaságokkal is tárgyalnak új járatok bevezetéséről.